Elindult a fűtési szezon. A hideg hétvégi időjárás miatt már több helyen igényelték a fűtésszolgáltatást Nyíregyházán. Az Én könyvtáram. A programban 90 mintaprogramot is kidolgoznak. Ezek kialakításában és megvalósításában a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is jelentős részt vállal. Iskolamosdó felújítás. Rívleányvár is nyert a Domestos iskolamosdó felújítási programban. A hétvégi hideg időjárás miatt már 6 épület, mintegy 500 lakása és 3 közintézmény is igényelte a fűtés szolgáltatást Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hivatalosan szeptember 15-én indult a szezon, ez mindössze annyit jelent, hogy a nyír távhő az épületek fűtés szabályozóit készenléti állapotba helyezte. A távhős fűtés a gyakorlatban általában akkor indul el, amikor a napi középhőmérséklet 12-13 Celsius fokra csökken. Péntek estig tartott az indián nyár Szabolcs megyében is. Szombatra megérkezett a hűvös őszies idő. Ennek köszönhetően már voltak olyan épületek, amelyekben igényelték a fűtésszolgáltatást a nyírtávhőnél. Jelen pillanatban a városban 6 épületet fűtünk, ez körülbelül 500 lakást jelent, és 3 közintézményt, a többi 16 ezer lakás, az még nem élt ezzel a lehetőséggel. Ugye szeptember 15-én kezdődött a fűtési időszak hivatalosan, de természetesen a szolgáltatás csak most a hűvösre fordult idő miatt veszik igénybe a fogyasztóink. Most már a napi középhőmérséklet ilyen 14-15 fok körül van, ez azt jelenti, hogy egyre több épületet fogunk fűteni, folyamatosan érkeznek az igények, és igyekszünk az igényeket még azon a napon teljesíteni. Jelenleg bírunk ezzel, mert néhány 10 megrendelő vár teljesítésre. Emellett létszámmal dolgozunk, tehát azok a kollégák, akik beüzemelhetik ezeket a rendszereket, azok megkettőzött létszámmal állnak rendelkezésre, hogy a fogyasztó igényeket mielőbb ki tudjuk elégíteni. A gyakorlatban általában akkor indul a fűtési szezon, amikor a napi középhőmérséklet 12-13 Celsius fokra csökken. Az időjárás előrejelzések szerint lesz még napos, tavaszias idő a következő hónapokban. Ha valaki szeretné, azokra a napokra visszamondhatja a fűtésszolgáltatást. Természetesen vissza lehet ezt a szolgáltatást mondani, ugyanúgy írásba kérjük, hiszen ennek anyagi vonzata van, de általában ilyenkor már benn szokott maradni a fűtés, hiszen azt tudni kell, hogy a hőközpontokban szabályozó automatikák vannak, amelyek nem engedik túlfűteni, tehát igyekszünk egy 20-22 fokos belső hőmérsékletre fűteni, és hogyha a napi hőmérséklet eléri a 20 Celsius fokot vagy a fölött van, akkor a fűtés automatikusan leáll. Valamennyi távfűtéses lakást okosmérőkkel szerelt fel a nyírtávhő. Ez azért is jelentős, mert Nyíregyháza az első megyei jogú város, ahol ez a korszerűsítés megvalósulhatott. A köznevelést támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése az egyik legfőbb célkitűzése az Én könyvtáram programnak. A kezdeményezés tavaly indult el országosan, eddigi eredményeivel a megye könyvtárosai is megismerkedhettek a Nyíregyházán rendezett szakmai napon. A programban 90 mintaprogramot is kidolgoznak, ezek kialakításában és megvalósításában a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is jelentős részt vállal. Az olvasás kultúra fejlesztése, a digitális írástudás közvetítése, a szövegértés támogatása. Többek között ezek is részét képezik az Én könyvtáram programnak, melyet a fővárosi Szabó Ervin könyvtár, 19 megyei könyvtár, valamint könyvtár szakmai intézmények és szervezetek bevonásával valósít meg. A programban 80 konferencia, illetve workshop is segíti az információcserét, ezúttal Nyíregyházán tartottak szakmai napot. Az Én könyvtáram programunknak ugye nagyon sok célja van, mégis úgy gondolom, hogy az egyik és a legalapvetőbb cél az a köznevelés támogatása. A köznevelésben tanuló diákoknak azon képességeinek a segítése, támogatása, amely az olvasásban, az olvasás fejlesztésben, a digitális kultúrában, ahogy mi könyvtárosok könyvtári eszközökkel tudunk segíteni. Ennek nagy jelentősége van, különösen a korai iskola elhagyók szempontjából, a hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából, mert igen, a könyvtár az a hely, ahova a gyerekek be tudnak jönni, és mi segíteni tudunk nekik. A projektben 90 mintaprogram kialakítását tűzték ki célul. Ezek kidolgozásában és megvalósításában a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is részt vállal.
az élethosszig tartó tanulást, illetve a köznevelést ...nek a hatékonyságát támogatjuk 4 témakör mentén. Ezekre ugye infrastruktúrálisan is felkészül a könyvtár, köszönhetően egy nagy EFOP-os pályázatnak, melyből megújulnak közösségi tereink, fiókkönyvtárunk, oktatótermünk, digitális labort alakítunk ki, és természetesen odafigyelünk a szemléletváltásra és a szakembereink továbbképzésére. A programban tavaly egy országos kutatást is végeztek, melyben az olvasási szokásokat vizsgálták. Ennek egyik legfőbb eredménye, hogy először mutatta ki kapcsolatot a rendszeres gyermekkori meseolvasás és a felnőttkori olvasási szokások között. A gyerekek 3/4, akinek tényleg minden nap ott van az életében, például az esti lefekvéskor a szülőtől hallott mese, azoknak a gyerekeknek a 3/4 később is fog olvasni, míg azok, akik soha nem kapták ezt meg, azoknak mindössze 2%-a. Azt viszont tudjuk, hogy anélkül, hogy ne tudna egy gyerek jól, stabilan, rutinosan olvasni, nem fog tudni sem az alsó, sem a felső tagozatban jól teljesíteni. Az olvasás népszerűsítése amúgy is nagy problémát jelent a digitális bennszülött gyermekek számára, emelték ki a szakmai napon. Éppen ezért célkitűzés az is, hogy a virtuális tér segítségével lebontsák a könyvtárakkal szembeni negatív képzeteket is. Én azt gondolom, hogy ez az Instagramot jelenti és a Facebookot. Ugye a mai gyerekek elsősorban ma már a Instagramon vannak. Az az igazság, hogy az egy nagyon nehéz terep a könyvtáraknak, de a Facebookon tudunk olyan érdekességeket szolgáltatni számukra, ami ha felkelti az érdeklődésüket, és esetleg megkeresik azokat a helyeket, amit mi megadunk, vagy amit kitesszük a tartalmát a Facebook oldalunkra, akkor jó eséllyel esetleg a könyvtár weboldalát felkeresik, és utána esetleg még a könyvtárba is bejönnek. Az Én Könyvtáram program keretében egy nagy szabású, országos könyvtár és olvasás népszerűsítő kampányt is indítanak jövőre, illetve egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát majd. A Domestos iskola mosdó felújítási program az elmúlt 4 évben közel 2000 gyermekiskolai higiéniai körülményein javított. Az Unilever által kezdeményezett programban idén a Révleányvári általános iskola is a nyertesek között volt. Az oktatási intézményben jelenleg csak alsó tagozatosok járnak, összesen 14 diák. Magyarországon 2015-ben indult az iskola mosdó felújítási program. A cél, hogy a hátrányos térségben elhelyezkedő kisiskolák mosdóinak felújításával javítsák a gyerekek higiéniai körülményeit. A globális kezdeményezés lokális megvalósítására egyre nagyobb az igény. 2020-ig 25 millió gyereknek a higiéniai körülményeit javítsuk. Ugye ebbe természetesen beleesik Ázsia is, Európa is. Magyarországon még egyelőre még nincs ilyen elköteleződöttségünk, itt igazából az elköteleződöttségünk az az, hogy a programot jövőre is folytassuk. A Domestos felajánlása összesen 15 millió forint volt az idei pályázaton nyert 4 iskola számára. A teljes összeg azonban a partnercégek felajánlásának köszönhetően közel a duplájára nőtt. A felújítás mértéke minden esetben az adott iskola állapotától függ. A Révleányvári általános iskola a 60-as években épült, azóta strukturálisan is nagy változásokon ment át. Sajnos most már csak az alsó tagozat jár ide. A 2007-ben a Cigándi Kántor Mihály általános iskolához csatlakoztunk, ő a Gesztor intézmény, azóta csak itt az alsó tagozatot működtetjük. Sajnos tanulóink létszáma egyre jobban csökken. Most vagyunk a demográfiai mélységben. Ez jelenleg 14 tanulót és 2 tanulócsoportot jelent. Az első és a második, valamint a harmadik és negyedik osztály összevonva tanul. Az alacsony létszámon próbál változtatni a település. 4 település összefogásával próbálom megoldani azt, hogy amelyik településen nincsen óvoda, illetve iskola, támogatjuk őket abban, hogy az önkormányzat saját gépjárművével behordja reggel az óvodásokat és az iskolásokat Révleányvár intézményeibe, illetve délután haza is szállítja őket. Itt ezen a telken épül az új óvoda bölcsőde, ahogy ez már köszöntőben elhangzott. Reméljük, hogy ha az óvoda, illetve bölcsőde létszámát sikerül feltöltenünk, ez vonzóbbá teszi a Révleányvár intézményeket, ezáltal az iskolánkban is lesz kellő létszám ahhoz, hogy fenntartható maradjon. Az idei pályázaton 70 hely, Pilisjászfalu és Hercegkút nyert felújítást Révleányvár mellett.
Már idén megszűnhet a lignit kereskedelmi forgalma, bár fűtőértéke alacsony, kitermelése viszonylag egyszerűen megoldható, ezért erőművekben lehet gazdaságosan felhasználni. Égetése során a környezetre és az egészségre komolyan ártalmas vegyi anyagok kerülnek a levegőbe, ezért van olyan tüzép, amelyik már idén nem is árusítja ezt a tüzelőanyagot. A legsúlyosabb környezetegészségügyi probléma ma Magyarországon a lakossági fűtés okozta levegőszennyezés. Ez a gyermekek életesélyeit akár 2 évvel is csökkentheti. A lakossági tüzelőberendezések kibocsátása még nem szabályozott, de az uniós szabályok alapján 2020-tól azzá válik. Az olcsó szén, amit szerettek sokan ehelyett, ez a úgynevezett lignit, ennek gyakorlatilag a lakossági forgalma szerintem meg fog szűnni ebbe az évbe. Úgy tűnik, hogy minden rendelkezés erre utal. Nagy valószínűséggel nekünk sem lesz az idén szerződésünk a lignit bányával, csupán a környezetvédelem miatt. Míg az ezredfordulón a lakossági fűtésből származó egészségkárosító részecske kibocsátás az összkibocsátás 24%-át tette ki, addig 2013-re ez a szám 45%-ra emelkedett. Ezeket ráadásul gyakran elavult berendezésekben, nem megfelelő tüzelési technikával égetik, ami még tovább rontja a helyzetet. A lignittel való fűtés egy átlagos magyar háztartás számára 250 000 forint egy évre. Ez a tényleges tüzelőanyagvásárlás. Azonban, ha hozzászámoljuk az okozott megbetegedéseket és azok kezelését, akár az 1 000 000 forintot is súrolhatja a lignit fűtés. Ezért mindenképpen érdemes más fűtési módot választani. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy fűtőértéke rendelkező szén, tehát egy ilyen 6-7 000 kalóriás szén, aminek mondjuk 6-7 000 forint mázsája, az árérték arányba jöjjön ki a legjobban. A szakember szerint a gáz és a villany lesz az, ami hosszú távon árérték arányában is megfelelően helyettesíti majd a lignitet és a szenet. Igazi piaci hangulatot idézett meg a Meki Minőség Mustra Nyíregyházán. Az érdeklődők testközelből nézhették meg, foghatták kezükbe az étteremlánc termékeibe kerülő alapanyagokat. Megtudhatták többek között, hogy az étteremlánc alapanyagai közül a csirkehús kisvárdáról érkezik a hazai üzletekbe, emellett 15 más európai országba is. És ezeket rakják, ezeket a kokkelparadicsomok a salátákba. Paradicsom, marha és csirkehús, vagy éppen saláta. Kevesen tudják, hogy ezeknek a McDonald's ételeiben található alapanyagoknak a jelentős része hazai termelőktől, gazdáktól származik. Az étteremlánc igazi piaci hangulatot idézett meg a nyíregyházi Meki Minőség Mustrán, ahol a vendégek a piacolás hagyományai szerint nem csak megnézhették, megszagolhatták, de akár meg is ízlelhették a választott portékát. A mostani Meki Mustrán ezekben a pavilonokban bemutatjuk azokat a magyar termékeket, amelyeket feldolgozunk és felhasználunk a termékek elkészítésénél, helyi magyar beszállítók termékei, és a vendégek megismerhetik ezeket az alapanyagokat, kézzel foghatóan látják, hogy milyen részekből, milyen alapanyagokból készülnek a termékek. Az étteremlánc 1988-ban érkezett Magyarországra, az elmúlt 30 évben pedig szoros partneri kapcsolatot épített ki a magyar gazdaság szereplőivel, és meghatározó szereplője lett a hazai mezőgazdaságnak is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azok a beszállítók, akik velünk most már nagyon régóta együttműködnek, azok nem csak a magyar étteremlánc számára tudnak beszállítani, hanem sikeresek tudnak lenni egész Európában. Tehát ebből a jó együttműködésből kiindulva más országoknak a McDonald's éttermei számára is tudnak szállítani. Tehát nem csak egy ország, hanem akár 10-15 másik ország számára váltak stratégiai beszállító partnerekké. A kulcsalapanyagok közül több az észak-alföldi régióból érkezik, nem csak a hazai, hanem számos más európai étterembe is. Az egyik ilyen alapanyag talán itt van mellettünk a méz, ami Tiszanánáról érkezik az egész rendszerünk számára, vagy mondhatnám a csirkehús alapanyagot, ami a kisvárdai Mastergood telepéről érkezik, és nem csak a hazai McDonald's éttermek számára, hanem tényleg itt az európai régióban még 15 országban a hazai csirkét fogyaszthatják a vendégek. Nyíregyházán 1995 óta van jelen az étteremlánc. Szabó Gabriella, a két nyíregyházi egység franchise üzemeltetője, jelenleg közel 100 dolgozónak biztosít állandó munkalehetőséget, akik évente mintegy 1,5 millió vendéget szolgálnak ki. Szabó Gabriella 2014-ben elnyerte a hálózat legrangosabb szakmai díját, a nemzetközi Golden Arch Awardot,
amellyel az étteremlánc a világ legjobb franchise átvevőit ismeri el. Beindult a gímszarvasok násza, amely szeptember közepétől október elejéig tart, közölte a megyei rendőrfőkapitányság. Ilyenkor a vadak sokkal óvatlanabbak és figyelmetlenebbek, mint máskor, emellett napközben is sűrűbben mozognak, így nem árt felkészülni a gyakoribb megjelenésükre. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az utakon nem csak azokon a helyeken lehet felbukkanásukra számítani, ahol ki van helyezve a vadveszélyt jelző tábla, hanem máshol is. Különösen azokon az útszakaszokon kell óvatosabb vezetni, ahol az út mentén sűrű a bozótos vagy az aljnövényzet, és emiatt nem lehet jól belátni. Ráadásul, ahol egy szarvas felbukkan ebben az időszakban, ott gyaníthatóan egy másik vad is követni fogja. Az állatok ugyanis ilyenkor csoportosan vonulnak. Egy pontot szerzett Debrecenben a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Djonovic együttese az NB1 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen 27-27-es döntetlenre végzett a hazaiakkal. A kisvárda két győzelemmel és két döntetlennel szerzett 6 pontjával a negyedik helyen áll a tabellán. Jól kezdték a meccset a vendégek, gyorsan 3 gólos előnybe került a kisvárda. A félidő közepén utolérte ellenfelét a házigazda, sőt a vezetést is átvette a Debrecen, amely 2 gólos előnnyel vonulhatott a szünetre. A második félidő derekáig vezettek a hazaiak, a hajrának azonban már 24-24-es állásnál vágtak neki a felek. Az utolsó percekben mindkét gárda megtett mindent a győzelem kisikarásáért, azonban a gólokra rendre érkezett a válasz, így 27-27-es döntetlennel zárult a találkozó, amelyen a kisvárda megőrizte szezonbeli veretlenségét. Today was a very hard match, I think, for both teams. A mai mérkőzésen mind a két csapat nagyon jól harcolt. Ez a mérkőzés ajándék volt a szurkolók számára. A védekezésünkkel egyáltalán nem vagyok megelégedve, azt gondolom, hogy ennél sokkal jobban is tudunk játszani. A támadásaink rendben voltak, viszont ez a kettősség azt eredményezte, hogy nem tudunk győztesen hazatérni. Ez volt a második alkalom, amikor a kisvárda edzőjeként látogattam Debrecenbe, és ez volt a második döntetlen a házigazdákkal szemben. Remélem, legközelebb győzni tudunk majd. A hazaiak norvég edzője a mérkőzés összképét tekintve elégedett volt a csapat által megszerzett 1 ponttal. Az ellenfél edzője azt mondta, hogy nem volt elégedett a védekezésükkel. Én azonban úgy gondolom, hogy az ő védekezésük rendben volt, főleg a második félidőben állították nagy kihívás elé csapatunkat. Annak örülök, hogy ennek a kihívásnak meg tudtunk felelni a támadójátékunkkal, és sikerült a legjobb megoldásokat megtalálni. Összességében elégedett lehetek, mert kiharcoltuk a döntetlent, és szereztünk 1 pontot. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár MTK Budapest 29-31, Budaörs-Ferencváros 26-38, Siófok-Érd 34-22, Vác-Békés Csaba 43-21, Dunaújváros-Győr 24-28 és Albafehérvár-Eger 32-15. A tabella élén a 12 pontos Ferencvárosnál megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 10 pontos Győrt. A 3 másik csapathoz hasonlóan 6 pontos kisvárda az 5. helyen várja a következő fordulót, amelyben október 6-án a Dunaújvárost fogadja. A 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttesből 3 jutott tovább a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának második körébe. A kisvárda 1-0-ra győzött Szolnokon, a Nyíregyháza Spartakusz 3-0-ra nyert Nyírbátorban, a Sényű pedig 3-3-as döntetlent követően 11-esekkel bizonyult jobbnak a Tordasnál. A Balkány az András Hidától kapott ki 3-1-re, az Ibrány pedig Kalocsán szenvedett 1-0-ás vereséget. 6 megyebeli együttes lépett pályára az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében. A legjobb 64 közé jutásért a Nyírbátor a Nyíregyháza Spartakuszt fogadta. A hazaiak az első félidőben jól tartották magukat, az első 45 percben nem született gól. A második játékrészben aztán Bakos, Hornyák és Gulyás is bevette a bátoriak kapuját, így a Spari 3-0-ás győzelemmel jutott a következő fordulóba. Partner kapcsolat van a két egyesület között, úgyhogy így volt egy különös pikantériája a meccsnek. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk, ugye hosszú ideje ez sajnos a bajnoki idényben nem jött össze. Bízom benne, hogy ez a bajnokságra is erőt fog adni a csapatnak, és elkezdjük gyűjteni a pontokat.
Az NB1-es Kisvárda az NB3-as Szolnok otthonában Negrud 10. percben szerzett góljával harcolta ki a továbbjutást. 11-es párbaj döntött a Tordassényű mérkőzésen, a 3-3-mal záruló hosszabbítás után a vendégek 6-5-re jobbnak bizonyultak a Fejér megyei első osztályban szereplő ellenfelüknél. Hosszabbítás volt Balkányban is, ahonnan az NB3-as András Ida távozott 3-1-es győzelemmel. Kiesett a szintén megyei első osztályú Ibrány, Madalina György együttese Kalocsán kapott ki 1-0-ra. A Magyar Kupa következő körének sorsolását pénteken tartják az MLS-ben. Jelen helyzetben igazából mindegy, hogy milyen ellenfelet kapunk, saját útunkra kell visszatérnünk, megtalálni azt a megoldást, amivel el tudjuk kezdeni végre gyűjteni a bajnokságba a pontokat, ugyanis ez nem jött össze mostanában. Bízom benne, hogy ez a kupa siker, ez segíteni tud abban minket, hogy a bajnokságban is előrébb lépjünk. A Nyíregyháza Spartacus az NB2 szerdai fordulójában a Csákvár csapatát fogadja. A mérkőzés 19 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Hivatalosan szeptember 15-én indult a fűtési szezon. Ez mindössze annyit jelent, hogy a nyírtávhő az épületek fűtés szabályozóit készenléti állapotba helyezte. A szezon a gyakorlatban általában akkor indul, amikor a napi középhőmérséklet 12-13 Celsius fok alá csökken. A hétvégi hideg időjárás miatt már többen igényelték a fűtés szolgáltatást Nyíregyházán. Az olvasás kultúra fejlesztése, a digitális írástudás közvetítése, a szövegértés támogatása, többek között ezek is részét képezik az Én Könyvtáram programnak. A kezdeményezésben 90 mintaprogram kialakítását tűzték ki célul. Ezek kidolgozásában és megvalósításában a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is részt vállal. A program keretében egy nagyszabású országos könyvtár és olvasás népszerűsítő kampányt is indítanak jövőre, illetve egy módszertani kiadvány sorozat is napvilágot lát majd. Magyarországon 2015-ben indult az iskola mosdó felújítási program. A cél, hogy a hátrányos térségben elhelyezkedő kisiskolák mosdóinak felújításával javítsák a gyerekek higiéniai körülményeit. A Domestos felajánlása 15 millió forint volt az idei pályázaton, nyert 4 iskolára összesen. A teljes összeg azonban a partnercégek felajánlásának köszönhetően közel a duplájára nőtt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 24-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A lehűlést okozó hidegfront elhagyja térségünket, de hátoldalán kedden pár fokkal még hidegebb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka derült lesz az ég, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a múlt hetihez hasonló nyugodt, napos, száraz idő várható, viszont immár közel 10 fokkal alacsonyabb hőmérséklet mellett. Hajnalban a fagyzugos, szélvédettebb helyeken már megjelennek a fagyok, a talaj közelében mindenképpen. Újabb front átvonulásra és ezzel csapadékra a hétvégén van kilátás.